Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget a Keddi Kaleidoszkóp című pódium beszélgetés sorozatunknak a mai programján. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel bekonferálom önöknek Rátóti Zoltán, Jászai Mari díjas, érdemes művész, színművészt, akinek a beszélgető társa Pós Zoltán író lesz, ő pedig Füst Milán díjas. Úgyhogy ők lesznek a mai estének a főszereplői. Hallgassák őket szeretettel. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Neil Youngot azért is tartom jó ötletnek egyébként a Zoli választása, mert Neil Young egyszerre egy balladisztikus trubadúr, egyszerre egy olyan figura, aki berúgja a kocsmajtót, és lázadó, és 3-4 generációnak a példaképe, és valahogy az összes attribútuma Neil Youngnak valamennyire téged is jellemez, mind zenei, mind pedig színpadi létezésedben. Miért pont azt a Neil Young dalt választottad, amit most elő fogsz nekünk adni? Mert ez az a Neil Young dal, amelyet minden kezdő gitáros próbál leszedni, lekagylózni, ahogy annak idején mondtuk tinédzser korunkban, hogy két hangot rengetegszer visszatekertünk a magnó, és próbáltuk utánozni, és ez volt az első Neil Young nóta, amit én is megtanultam, és aztán létrejött jóval később persze, már felnőtt koromban ez a Neil Young Sétány nevű magyar formáció, ahol a Süly Péter barátom lefordította, illetve magyarította ezeket a nótákat. A teve és a tű foka, ez a magyar fordítás. A dal eredeti címe The Needle and the Damage Done. Cella mélyén csücsülni, tudom, hogy legjobb volna nem ütni. De így esett. A város nagy, de mégis néptelen, az ember néha szinte védtelen. Kár, kár, de így esett. Az értelem, ezért nincs indok rá, hogy légy velem. Őriz, ha forrasz, túlfutok. Tevém a tűfokáig eljutott, én azóta tiszta sebb vagyok. Talán a megbocsátás felragyog. Zoli, oly sok mindenkinek volt a magyar hangja, még Hamvas Bélának is. Számos hangos könyvet készített Hamvas Béla műveiből, és én arra gondoltam, hogy úgy fogok kérdésekkel előállni, hogy minden kérdéshez előzetesen hozzágombolok egy Hamvas Béla idézetet, tehát egy-egy Hamvas Béla idézet ágyaz majd meg a kérdéseimnek. Azt mondja az író, hogy a gondviselés az ember sorsába nem avatkozik be, mert a szabadság megsértése lenne. Amit tesz, hogy olyan helyzeteket kínál, amelyek a helyesen választunk fölemelnek, ha ostobák vagyunk, maradunk ott, ahol voltunk. Itt jön a kérdésem, hogy volt-e, hogy néha úgy érezted, hogy igenis a gondviselés beleszólt az életedbe, tehát
valamennyire egy segítő kezet nyújtottak akkor, amikor te éppen másfelé mentél volna. Tehát volt-e ilyen égi mozgása az életedben? Előre elnézést, hogyha picit ilyen analitikus íve lesz ennek az elején. Ezért kértelek téged, hogy ebben biztom, hogy beszélgess velem. Inkább én az akadályokra emlékszem, és azt gondolom az akadály, vagy a saját magunk korlátja, amit persze akkor nem korlátként élünk meg, azok elénk görgetése az ugyanolyan égi gondoskodás. Mert vagy leküzdöd azt az akadályt, vagy nem. És persze, nagyon sokszor a visszatekintek az életemre volt úgy, hogy mintha a hajamnál fogva valaki megfogott volna, és akkor segítőkezet nyújtott, amikor én már szinte föladtam. Akár, főleg ez szakmai volt, első időszakban szakmai kételkedés volt bennem, és akkor jöttek ilyen segítségek, amire nem vártam, vagy én már lemondtam magamról. De inkább, ahogy az elején mondtam, az akadályokra emlékszem, és most már ennyi idősen hálás is vagyok az akadályoknak. Akkor persze rettenetesen megrémültem, és még inkább a kétségeket erősítettem magamba, de aztán valami makacságból adódóan talán azért leküzdöttem ezeket az akadályokat, többé-kevésbé, persze volt, amiben belebotlottam. Az ember sok ezer könyvet olvas, legnagyobb részüket elfelejti. Az ember az életben sok ezer festményt, zeneművet, szobrot és tájat lát, hall, és alig van 20-30, amely a hosszú útján elkíséri. Most, hogyha nem is 20-30, de egy-kettő olyan meghatározó kulturális élményt szeretnék én belőled kiszedni, itt mindnyájunk legnagyobb örömére, amely tényleg meghatározó volt, ami eldöntötte azt, hogy esetleg színész leszel, vagy amikor már színész voltál, akkor eldöntötte, hogy milyen irányba veszed a kanyarokat. Arra nagyon emlékszem, hogy elsős általános iskolás voltam, és édesanyám tanítónő volt, Ceglédiek vagyunk, Cegléd melletti kis településen, Budai út nevű kis településen. Oda járt ki minden nap édesanyám, és onnan is rendszeresen hordták a gyerekeket föl Budapestre színházba. És harmadikosok és negyedikesekkel jöttem én fel, mert én nem abban az iskolában jártam, mint Cegléden jártam. De mivel édesanyám szervezte a csoportot, jöttünk föl, és megnéztük az Erkel színházban a János Vitézt. És arra nagyon emlékszem, és talán a szégyenérzet miatt, hogy én a Tündérország jelenetnél rettenetesen sírtam volna, ha nem szégyellem magamat, hogy ott ülnek a harmadikosok körülöttem, és hát azok kiröhögnek, hogy mit sír ez a, mit csipog itt ez a kiskölyök. De sírtam így is, csak rejtegettem a könnyeimet, és rejtettem, hogy ne sírjak. Engem mind a mai napig meghat az a jelenet például. Úgyhogy, hogy ez mennyiben befolyásolta az én döntésemet, hogy színész lettem, nem tudom, de arra emlékszem, arra meghatározó élemény, hogy ez magával ragadott, és én ott elolvadtam teljesen, és megadtam magamat a történetnek. És később ugyanilyen élményem volt a Nyilas Misi, a Légy jó, mint halálig. Még arra is emlékszem, hogy Monori Lili játszotta ezt a nadrág szerepet, úgymond. Már főiskolás voltam, talán másodikos vagy harmadikos, és akkor alakult a fesztiválzenekar, és egy délelőtti összpróbára vagy főpróbára a Zeneakadémiára kaptam tiszteletjegyet az akkori énektanár önömtől, akinek a férje hegedült ebben a zenekarban, és hát ismerik mindannyian a Zeneakadémia csodálatos termét, második vagy harmadik sorban ültem szinte középen, és azóta is mindig oda vágyom, mert fantasztikus volt, és a Mahler 5. szimfóniáját játszották, és arra emlékszem, arra a pillanat, hogy ültem, és mint a repülőgépen, amikor elindul a gép, és a mellemet így összeszorította az élmény és a zene, ahogy ott ömlött rám. Azóta is a kedvenc művem a Mahler 5. Persze már nagyon sokszor elcsépelték, és túl sokat játsszák, túl sokat használják, De nagyon sokszor például szerepek építésénél, vagy amikor valami mély érzelmet kellett előbányászni magamból, akkor az hozzásegített az érzelmek megtapadásához, hogy hallgattam a zenét, és próbáltam fölidézni. Volt úgy, hogy persze még előadás előtt is Walkmannel ezt próbáltam hallgatni,
bennem van nagyon ez a zene azóta is, és ez az élmény kiradírozhatatlan, ez a zeneakadémiai élmény. Könyvben letehetetlen könyv volt számomra Hermann Hessének a Siddhártája. És Siddhárta, ez volt a címe, ezt ismertem meg tőle először, majd ezt még tudta fokozni a Hermann Hesse a Narcisz és Goldmunddal számomra. És az ott kiderült, hogy a Narcisz és Goldmund két teljesen más típusú ember van, a vallásos vallásban, az az ember, aki a vallásban megtalálja élete értelmét, és van a másik ember, aki a napi élvezeteknek és a kalandoknak és a vándorlásnak él, és mindez egy középkori környezetbe helyezve ez a könyv. Nagyon nagy felismeréseket hozott, hogy milyen két véglet között ingadozom én lélekben, hogy mire vágyom, mire van sugallat, és sokszor miben élek, és hogy élek. Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen. Akkor ehhez már is jön a kérdés, hogy volt-e olyan, amiről azt hitted, hogy lehetetlen megcsinálni az életedben, és valamilyen komolyabb erőfeszítések árán mégis összejött. Elképzelhetetlen volt, hogy én a középiskolás éveim után engem fölvegyenek a színművészeti főiskolára. Annyi ellenszél volt, és annyian nem pártolták az én ötletemet és a vágyaimat, az elképzelésemet, hogy ez megsokszorozta az erőmet. Tehát míg az összes többi, ahova jelentkeztem bölcsészkarra, oda egyáltalán nem tanultam, erre nap mint nap, de már annyira, hogy ez már szüleimnek is föltűnt, hogy csak a versekkel foglalkozom, és csak a színművészetére készülök, és akkor már persze ez volt a baj, hogy miért nem azt tanulom, miért nem a történelmet tanulom, meg miért nem az oroszt tanulom, és akkor mondtam, hogy persze fogom azt is tanulni, de soha nem foglalkoztam vele, hanem azt akartam bebizonyítani, hogy ez, amit én kitaláltam, ez sikerül. És mindenki azt mondta, hogy hát nem fog sikerülni első, vagy ezt a kérdést tették fel, nem is mondták, hogy mi van, ha nem sikerül elsőre. Abban az időben 20-szoros, 30-szoros volt a túljelentkezés a színművészeti főiskolára. És én nem akartam érteni ezt a kérdést. Tehát nem azt válaszoltam, hogy na majd én akkor próbálom harmadszorra is, vagy negyedszerre, vagy addig próbálkozom, amíg föl nem vesznek, hanem erre mintha nem értettem, mintha hülye lettem volna, vagy autista, és erre nem válaszolok erre a kérdésre, mert nem akartam ezt a kérdést. Valami ösztönszerű védekezés volt bennem. És mit ad Isten? Elsőre föl is vettek a színművészeti főiskolára. Akkor az ott nagyon nagy szó volt, nagyon nagy csoda volt az ellenzőim szemében. Persze aztán a szüleim is megbékéltek ezzel a ténnyel, mert ez mindent fölülírt. Úgyhogy rengeteg ilyen, ami már képtelenségnek tűnt, de hogy a mai napról beszéljünk, hogy már egy idő után az is képtelenségnek tűnt, hogy nekem két gyermekem lesz, egy fiam és egy lányom. De hát ehhez találni kellett egy társat, akivel ezt létre tudtuk hozni, meg tudtuk teremteni. Hogy nyilván nehezen tudom leállítani azt a motort, amihez hozzászoktam az előző 20-30 évben, amikor még ugye elsősorban, és ezt is ki lehet mondani és bevallani, hogy persze az ember tetszeleg önmagának is, hogy aj, még ezt is tudom, még megpróbálom még azt is. Aztán eljön egy kor, amikor azt mondja, hogy na jó, de jó lenne legalább egy valamit fölmutatni, amiben igazi vagy. És hogy próbálj megelégedni azzal, amiben abban az egybe, hogy hagyha az igazi. És nagyon nehéz leállni persze, mert a környezet is és a külvilág is hozzászokik ahhoz, hogy persze rád lehet számítani, gyere ide, csináld ezt, megbízhatom, megcsinálod, jó, rosszul, de minden megbízhatóan elvégzed a dolgot, és ez rettenetes nagy csapda. De ebből bármilyen romantikusan is hangzik nyilván, de engem a család ebből kirángatott, még ha sokszor a családom nem is érzi azt, hogy én nap 24 órájában otthon vagyok. De amióta mondjuk nem vezetek színházat, azért lehet érezni a különbséget, hogy jobban tudok teljesíteni a családban. Ez nem azt jelenti, hogy én most már főállású családapa leszek. Nyilván az aktivitásnak azon részétől, hogy valamit létrehozni, ahogy az előző kérdésekben is volt, valamit létrehozni, az hozzátartozik már az életemhez, és nem is szeretném abba hagyni. Azt mondja Hanvas, hogy nem okos, aki nem bolond egy kicsit, és nem egészséges, aki egy picinkét
nem beteg. Hogy érzed, hogy meg tudod-e őrizni, vagy meg tudtad-e őrizni a civil létet, a két lábon járást, mondjuk akár ilyen premier héten, vagy amikor egy nagyobb költségvetésű filmbe játszottál, tehát hogy így átstruktúrálik olyankor az ember agya is valami fajta ilyen küldetéstudata, jár kell az utcán, odaégeti a rántottát, és valahogy abban a szerepben létezik, vagy te akkor vagy színész, amikor kilépsz a színpadra? Azért mindig kiröhögtem azokat, bevallom, akik jöttek azzal a dumával, hogy hát nekik előadás után muszáj még egy órát bolyongani a városban, mert hogy levezessék az előadás feszültségeit, vagy meginni 2 liter bort, mert csak úgy jut. Én ezeket mindig kiröhögtem, mert én ezt soha nem éreztem. Aztán persze, amikor sokat hallottam ezt, akkor elkezdtem kételkedni, tehát akkor én nem is vagyok igazi színész, mert nem érzem ezt a kényszert, hogy én saját magamtól megrészegülve még bolyogjak a városban egy órát. Úgyhogy mivel hogy röhögtem ezen, és soha nem tudtam ezt komolyan venni, ez nekem soha nem volt meg. Nem vagyok egy büfé színész, tehát én a büfében nem vagyok ilyen laza, nem tudok beszólni, ne? És soha az életemben nem tudtam felhasználni jó bombókat, színpadi bombókat, amikor például csajozni kellett volna. Soha nem jutott eszembe, hogy én most valamelyik szerepemből idézzek, és akkor ott eljátszom a dolgot. Ezt nagyon sajnáltam mindig, hogy annyi eszem nincs, hogy ezeket a jó mondatokat átültessem, de mondjuk a jó mondatokat, hogyha a rendőrségi meghallgatásra mentem volna, ott is lehetett volna jó mondatokat mondani. És olyankor lefagysz, és nem... Lefagyok, és a sima realitásban élek, és nem tudok belekapaszkodni egy jó mondatot, pedig hát rengeteg jó mondatot megtanultam már, és ezeket soha nem tudtam visszaidézni. Viszont amit említettél, a főpróba hét, az egy más tudatállapot, és ezt nagyon szeretem, és nem azért, hogy más tudatállapot, hanem akkor csak egy dologra koncentrál az ember, és valóban lehet, hogy ott meg is változom, de a feleségemet kellene erről megkérdezni. Biztos, hogy meg is változom arra a főpróba hétre, és akkor az válik fontossá, de hát ez meg kell, ez a fajta sűrítés. A Hamvas ide citálja nekünk Huxleyt, akire hivatkozik, és azt mondja, hogy ő kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. És azt mondja, hogy már nincs messze az idő, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik, és hogy a meghittség köre egyre kisebb. Na most, te ugye itt élsz most újfenn a fővárosban, és hogy ebben a zajos vidékben ki tudod-e jelölni a csend körét? Én azt gondolom, hogy most azért gondoskodtunk magunknak a elkövetkező 15-18 évben a csendmentességről. De ez teljesen természetes. Közben pedig az az abszurditás, hogy igen, ahogy korosodtam, egyre fontosabbá vált a csend számomra. Én addig korábban elképzelhetetlen volt, hogy autóban ne hallgassak zenét. Otthon hazamentem, rögtön bekapcsoltam, zenét hallgattam, zenegyűjtőnek tartom magamat. Én is lemezeket gyűjtök, mint ahogy te is, bakeliteket is újfent. Meg közben a saját magam által csapott zaj, tehát fontos volt a zaj, most már egyre kevésbé fontos a zaj, sőt, nagyon vágyom a csendre, de közben annak idején is, amikor én jó pár évre visszamenőleg ugye megtaláltam magamnak a csendforrást, úgymond, akkor annak idején, amikor őrségbe elvetődtem, és ott fölépült a házam, akkor én azt arra használtam, hogy innen kiszakadjak Budapestről. És nagyon kellett nekem az a 3 óra, amíg le lehet, vagy 3,5, akkor még le lehessen oda érni, és ott megnyugodjon az ember, és kiterüljön. Most is arra használjuk természetesen, csak most egy kicsit zajosabb körülmények között tudunk elindulni. Lévén azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy 5 gyermeket nevelünk, feleségem előző házasságából van 3 gyermek, ők már nagyobbak, de hát mégis 5-en vagyunk otthon, úgyhogy a lefekvés utáni esti csönd, ami megmarad most nekünk. De én nem vagyok ilyen pessimista, hogy ez majd elmúlik, ez majd inkább fölértékelődik az a pár perc csönd is, amit tudunk, mert igazából akkor figyelünk, nem az, hogy magunkra belülre,
az már azt mondhatja az ember nagyképű, hogy nem olyan fontos, persze fontos, de hogy egymásra tudjunk akkor figyelni. Népszerű színész vagy, és tudod azt, hogy használni kellene a médiában is ezt a népszerűséget, mert ugye ezek ilyen átkonvertálható dolgok, de te úgymond nem haknizol a családoddal, nem vállalod be azokat a dolgokat, amitől egy ilyen celeb rangsorba följebb kerülhetnél. Szóval, hogy ez egy, mikor jött az a döntés, hogy te úgymond elhajolsz az ilyen típusú megkeresések elől. Nagyon sok színész is becsatornázza finomabb formában, mint mondjuk az énekesek, de úgymond használják a népszerűséget. És te pedig megőrizted a méltóságot, és megmaradtál a színpadon, a családodat se vonod be ebbe a dologba, és hogy ez egy nagyon tudatos stratégia, vagy egyszerűen ez ilyen ösztönösen magától így alakul? Mindig nemet mondtam erre, és visszautasítottam ezeket, hogy ott tetszelegjek bármiféle érdekessége, hogy mit tartok a hűtőszekrényembe, vagy valamit, tehát megkerestek ilyen kérdésekkel, de én ezeket mindig hárítottam. Úgyhogy, és akkor egy időben leszoktak rólam, hogy hát ez úgyis nemet mond, az ember, mondták, hogy ilyen nagyképű, mert mindig azzal jöttek, hogy és a mi olvasóink erre kíváncsi, ne haragudjanak, ezzel engem nem tudnak meggyőzni, én nem fogok ennek beállni. Rendkívül tiszteletre méltó ez a közösségépítő munka, amit az elmúlt években olyan intenzíven végzett, és én úgy hiszem, hogy nagyon sokan éppen ezért kedvelték meg ön, tehát nem a Bon Vivant szerepei miatt elsősorban, hanem mert ez egy egészen másfajta és nagyon magas színvonalú tevékenység volt. Viszont a másik, hogy magam úgy gondolom, és általában úgy gondolják szerintem sokan, hogy egy színművész számára az, hogyha kap egy ilyen lehetőséget, hogy egy színházat igazgasson, az feltétlenül egy fordulópont az életében. Ott is egy közösséget kell építeni, ugyanakkor egy szellemi műhelyt, egy rendkívül érzékeny szellemi műhelyt is irányítani, koordinálni, instruálni, nem is tudom mi, talán mindet egyszerre. Ezt letenni egy nagyon komoly elhatározás szerintem. Hogyan lehet ezt megtenni? Valóban fontos a megfogalmazás, hogy nagyon nagy fordulópont volt az életemben, amikor kineveztek színigazgatónak. Akkor azt gondoltam, hogy az életem ebbe a mederbe fog most már telni, de mindent fölülírt, bármilyen romantikusan is hangzik, a család és a gyermekeim születése. Mérlegre kellett tenni, hogy mi a fontosabb az, hogy én vezessek egy színházat, vagy megéljem a gyermekeim fejlődésének minden napját, vagy perceit. És a kisfiam életéből nagyon sok percet így elveszítettem, most látom már, amikor most szinte 24 órában otthon vagyok. Úgyhogy ez motiválta, és be kell, hogy vajon nem volt nehéz döntés, egy határozott döntést, egy nagy levegőt kellett venni, de nem volt nehéz döntés, mert ez megismételhetetlen. Ha majd a Jóisten úgy akarja, vagy még a jó sorsom úgy akarja, hogy én vezessek színházat, vagy megadatik ez számomra, és lesz még ambícióm, lesz elég ihletem hozzá, úgy gondolom, az megadatik, az még visszahozható. Ez, hogy mikor fordul meg a kisbaba, vagy mikor gügyög, ezek a pillanatok nem reprodukálhatók, az egyszer történik meg, és ezt kellett végig gondolni, illetve hát ezt is gondoltam végig, amikor ezt a döntést meghoztam. Évekig a nemzeti tagja vagy, elmész abból a térből vidékre, majd más vonatkozásban, más státuszban visszakerülsz Budapestre, és ugyanazok között a falak között vagy, ami ugyanaz, más. Milyen volt újra beszokni ebbe a térbe? Egy különös kötődésem van a Nemzeti Színházhoz, amikor Svajda építette a színházat, azon kevesek közé tartoztam, aki bejárt az építkezésre, és fotóztam. Engem nagyon érdekelt az épület, hogy nő ki a földből, és pláne egy színház, és a Gyuri ezt megengedte.
De ez még akkor, és én rögtön nem is szerződtem oda, tehát nem is voltam az első csapatban egy évvel a megnyitás után szerződtem oda, tehát ez semmiféle jogosítványt nem léptetett életbe, vagy ettől nem lettem automatikusan színház, nemzeti színház, csak hogy ennyire érdeklődtem a színház épületén, de ettől, hogy tudtam, hogy hol épült a zsinórpadlás, hogy mekkora kráterek voltak, és előttem vannak ezek a képek, ettől van egy ilyen különös kötődés bennem. Amikor létrejött a Nemzeti Színház, akkor többször nyilatkoztam is, de és ez valóban így is éreztem, hogy ez nekem nagyon fontos volt. Pont az az időszak volt, amikor ugye jöttek a különböző nyilatkozatok, hogy nem tudnak mit kezdeni a nemzeti jelzővel is. És engem akkor, nekem ez fájt. Föl is bosszantott, de fájt ez a dolog, hogy vannak emberek, akik ezzel tüntetnek, hogy ők nem tudnak a nemzeti jelzővel mit kezdeni. De lelkük rajta. Szóval biztos őszinte mondat. De és nekem akkor ez egy rang volt, egy kitüntetés volt. És most, hogy másodszor szerződök abba a színházba, ugyanúgy élem meg, mint legelőször. Tehát hajnalonta izgalom van bennem, hogy fogok majd először ott próbálni más emberekkel, más társulattal, de nyilván ettől a különös kötődéstől, vagy különös rangtól. Mert én úgy nőttem föl főiskolás koromban, hogy hát igen, aki a Nemzeti Színházban játszik, tehát az első sor. És tudom, hogy ez nem így van, tehát, mert más színházakban is kitűnő színészek vannak, azt hiszem Magyarországon, nagyszerű kollégák, akik közül jó néhányan a Nemzetiben játszanak, vagy játszottak akkor is. Az eljövetelem az teljesen egyéni döntés volt, mert lehetett volna egy átfedés, hogy én úgymond tag vagyok fizetés nélkül még tovább, de Kaposváron igazgató vagyok, de én ezt nem tartottam tisztességesnek, vagy nem tartottam volna korrektnek, hogy máshogy is vagyok, és akkor én fölmondtam abban az időben. Csak eljutottunk a jelenig egy jó egyórás utazás során, ahol is nem csak hogy a gitár, de még Hamvas Béla is a társunk volt. Komponálgattam egy-két dalt, és átküldtem Müller Péter Sziáminak, aki remek dalszövegíró, és ő pedig írt magyar szöveget. A kezedből lesznek mind-mind, de szemükben ott a végzet. Felfalnának téged, és mohón innák a véred, ha nem volnál a porondon a legjobb idomár. Ha nem volnál a porondon a legjobb idomár. A világ számért a hála, hogy akkor támadnak hátban, mikor eldevézvé várnád az ilyesfajta hálát. Hisz te volnál a porondon a legjobb idomár. Hisz te volnál a porondon a legjobb idomár. Nem is tehetnek róla, hisz időtlen időknek óta a génekben ott a lényeg, bár félnek-e veszélyes lények, hisz te volnál a porondon a legjobb idomár. Hisz te volnál a porondon a legjobb idomár. Fontos, hogy érezd rögtön, ha mozdul bennük az ösztön, legyen kéznél a korbács, hátrafelé is jól láss, hisz te volnál a porondon a legjobb idomár. Hisz te volnál a porondon a legjobb idomár. A legjobb idomár. Bizonyán. A legjobb idomár. Köszönöm szépen.